Na, sziasztok! Megyünk tovább. Tuningban kellene nekünk a motorhoz. 3500. Két lóerőt még hozzád. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a két lóerő az még fog nekünk kelleni. Nagyon, nagyon nagy a két tuningnak az összértéke, és ha sikerülne jól versenyezni, akkor 4-5 versenyünk van, amit meg kell nyerni, és utána hű, ez jó start volt! És utána úgy is vennünk kell az új autót, tehát ebbe lehet, hogy nagyon felesleges beletolni a pénzt, mert jó, kapunk még nagyjából 8 lóerőt. Ezt a pályát, de nem szeretem. Magát az sem, hogy ennyire csúszik, de úgy alapból az egész pálya kialakítás nem a kedvencem. Beszélgettük Punkival, hogy mit kellene csinálni. És nagyon gondolkodunk azon, hogy hogy lehetne ebből a Crew 2-ből, mert nagyon sokat ökörködünk, valamilyen értelmesebb tartalmat összehozni. Azon kívül, hogy csak versenyzünk, meg néha-néha idegbetegeskedek egy kört. Úgyhogy most ezen dolgozunk, hogy abból is tudjunk egy pár tartalmat feltolni. Most elkezdtünk szériaszemezni. Hát megmondom őszintén, hogy annak ellenére, hogy mennyire imádtuk régen ezt a játékot, nem nagyon érdekli az embereket. Nem gond. Mi attól még élvezzük. Megyünk végig. First Encounter, Second Encounter, 2. Menet közben majd folytatgatjuk a Dying Light-ot. Úgyhogy hát csinálgatjuk a feltöltéseket. Közben próbálom kitalálni, hogy a Discordunkkal mi legyen. Mert amúgy itt mindenkit megtaláltok, tehát hogy régebben játszottunk együtt Tibivel, még Farming Simulátoroztunk együtt, úgy emlékszem, legutoljára. Ő is itt van a szerveren velünk, akkor Hauk, azaz Dani, akivel Once Humanestem. Aztán most Satisfactory-t tolunk. Meg hát itt van velünk Punk is. Nem akarunk, nem vagyok benne biztos, hogy akarunk külön szervereket csinálni. Hanem egy ilyen közös nagy szerver lenne, ahol úgy mindenkit megtaláltak, meg mindenkiről kaptak információt. Volt a múltkor valaki, aki felcsatlakozott, azt le is lépett. Nem tudom, hogy mi volt a basszus. Mi volt az ok, mi nem tetszett. Egyedül voltam szerintem pont online, mert elég késő este jött fel. Nem tetszik. Nem tetszik a teljesítményed, Rozika. Szétszart vagy ma. Tuba, az a baj, hogy igen, tehát hogy mi... És hát én alapból csak azt látom, hogy történik valami, utána nem történik semmi. Ugyanezt van amúgy a YouTube-bel is, meg mindennel. Tehát hogy volt egy videóm, ez a Mafia 5, amit, vagyis hát a Mafia 1 ötödik része, amit így felkapott. Elkezdte pörgetni, aztán utána nem. És így
gyászosan szar lett az kezdéshez képest. Baj. Ettől a pályától már megszokott. Ezen egy párszor végig kell menni ahhoz, hogy ez működőképes pálya legyen. Rossz a start, nem baj, ha először focizák le itt maga előttem a dolgokat. Én szeretnék így nyugiban jönni itt mögöttük. Kösz. Anyádat. Szóval így én csak annyit látok, hogy mondjuk mit tudom én... szép! Hány katapultunk volt itt? De szép volt! Úgyhogy ezt mondom, focizzátok le egymás között. Én meg itt a hátsó kijáraton így szépen elcsúszok mögöttetek. Szóval én így látom azt, hogy a grafikonok hogy alakulnak, hogy mozognak, ki mit néz, de az, hogy ki, azt nem, de hogy mit néznek éppen, meg mi az, ami érdekli az embereket. De azt úgy nem látom, hogy például miért dislike-ol valaki valamit. Nem látom azt, hogy például most is történt valami, rosszul volt bekonfigurálva valami, és amiatt csak belépett, kilépett. Elnéztem. Menjél csak arra. Úgy. Itt egy picit rá kell nitróznom, mert egyébként amúgy csúszunk, mint a fene. Úgy tovább. Tovább. Hát ilyenek lesznek. Na mindegy. Tehát, hogy nem látom csak az adatokat, és az adatokból meg rohadt nehéz kikövetkeztetni azt, hogy most amúgy mi történik a háttérben. Miért? Mi az ami? És azért úgy egy kicsit nehéz meghatározni azt, hogy most stílussal van vagy velem, vagy velünk, mint emberrel, magával, a videóval. Kezdők vagyunk még, tehát, hogy még azért nem mindig sikerül jól megcsinálni mindent. Nem minden sikerül elsőre, mint ahogy itt a játékon belül is. Azt hiszem pont a Mafiában volt egy olyan rész, ahol elvéneztem egy küldetést, és akkor jött fel bennem ez, hogy basszus, tehát, hogy kell egy skillset egy játékhoz, és meg mondjuk memória. Nálam most azzal van a legnagyobb gond, például a Stardew Valley. Teljesen elfelejtettem, hogy a Stardew Valley-ban a foraging-be beletartozik például az is, hogy fát vágok. És szedegetem így a növényeket, de mivel én általában ezeket a játékokat mindig másokkal játszottam, például a Stardew Valley-t is mindig ketten-hárman játszottuk, így, hogy mondjam, tehát, hogy nekem mindig van egy olyan feladatom, hogy én vagyok a builder, mert platformer játékokban sosem voltam jó. Például Terraria. Ez most csak innen jött. És például Terrariában mindig az volt, hogy a többiek elmentek nyersanyagot gyűjteni. Megvan az első hely. Menet közben csak így megjegyzem. A többiek elmentek nyersanyagot gyűjteni. Szeregették össze. Nézzük meg ezt a tuningot amúgy. Hát ha az a két lóerő még dob rajtunk annyit, hogy jó legyen. Mentek le bányászni. Felderítették a pályát, stb. Én meg menet közben, amit hazahoztak, abból építettem. És én voltam úgymond a rendszerezés felelős, az építés felelős.
És nekem, mivel hogy nincsen meg a jó platformer skillem, az anyádat. Hát ezt lehet újra fogjuk majd egyszer kezdeni. Mondjuk ennyi autó mellett, ami az útszélén van, nem. Első körben felfedezzük a pályát, már nem emlékszem rá, hogy ez még, vagy hogy egyáltalán hasonlít-e valamelyik másikra. Hű! Lehet, hogy hasonlít másikra, de ezeket a kerítéseket gyűlölöm. Na mindegy. És akkor tudjátok, hogy ők lementek, mit tudom én, hozták haza a cipőket, az érceket, a satöbbi, satöbbi. Én meg menet közben építettem egy fafarmot, szépen összefarmoltam a fát a ládákhoz, meg... Nem szólok semmit. Hát összefarmoltam a fát a ládákhoz, az építményhez, és én így megépítettem szépen a kis házunkat. És így nekem, mivel hogy nem kellett lemenni mélyre, csak már akkor, amikor mondjuk volt normális húkom, meg már mondjuk mit tudom én, tudtam a fall damage-emet csökkenteni, akkor utána én is mentem a többiekkel. És ugyanez volt Stardew Valley-ban is, hogy addig, amíg én mondjuk mit tudom én otthon építkeztem, meg csináltam a területünket, addig a többiek mondjuk mit tudom én bementek a városba, lementek bányászni, és így nekem nem nagyon kellett ezekkel foglalkozni, de mivel a saját területünket időközben, öpsz az anyád, a saját területünket időközben takarítottam, hogy ez meg. Ezért, mivel fát kellett vágnom, ezért a ezen átmentem. A favágással együtt ment a foraging skillem. És ez így nem tűnt fel, hogy amúgy ott a probléma most, hogy nem csak a vadnövények szeregetésével lehet a foraging skillt húzni, hát hogy az eddig nem volt úgymond benne, hogy ez kell. Na mindegy. És... Pont így a Minecraft... Minecraft? Igen, beszéltünk a Minecraftról is, hogy azt is meg kéne nézni, de... Az a baj, hogy... Ha ki akarnék repülni az autóból, nem tudnék így kirepülni az autóból. Ez meg. Ezt kell begyakorolni, ezt a kanyart, mert ez nekem nagyon nem megy most. Jó, legyél vissza. 8. vagyok. Jó helyen vagyok. És pont a Mafia közben jött fel bennem ez, hogy amúgy igen, tehát hogy nekem kimaradtak ezek az autós játékok egy ideje. Azért is autókázok most ennyit, mert amúgy szeretem őket. Szeretek autókázni, szeretem ezt a Pierrons derbit is. Szeretném, ha elfordulna. De érted? Dugd már az orradat balra! Hallod, Razika? Vissza az útra! Köszönöm! Hát ez így elsőre gyászos lett. Megyünk egy még egyet. Egy 7. helyet nem tudok összeszedni, mivel tanul. Na, várj, itt ezt. Kicsit jobbra tartunk. Itt átcsúsztatjuk. Igen, és itt már az a baj, hogy már most is rámentem a korlátra. Jó, már nincs ott, de rámentem. Aha. Jó. Tehát, hogy minden játékhoz kell lennie
a játékosnak egy skillsetnek. Én például sokkal jobban el vagyok az ilyen nyugisabb, lassabb játékokkal, mint például az ilyen pörgős autóversenyekkel. Mondom, hogy egy hetediket összeszedünk. Fenébe is. Sokkal jobban ki vagyok békülve, például mit tudom én, egy városépítős játékkal, vagy egy... mi volt ez a játék? Transport Giant. Az. Azt is elő kellene venni, valahol megvan. Annak a kiadónak van egy csomó játék, amit szerettem. Volt nekik azt hiszem a Hotel Giants. És meg... nem emlékszem, valami Factory Giants-szerű ég. Jó, ezt, bocsi, újra kezdem. Mert ez nagyon gyászos lett így. Úgy látom, attól is függ, hogy honnan indulunk. Mert ha nagyon balról indulok, az ott szép hang volt, azt tetszett. Nagyon balról indulok, akkor az a probléma, hogy... ebbe a balhéba itt az elején nagyon belekerülök. Az a baj, hogy ilyenkor annyira félek, amikor megcsúszik az autónak a segge, mert pont ilyenkor szoktak oldalról, mint az állat belejönni az autómba. Amúgy ilyenkor, mikor már első helyen van az ember, ilyenkor már nem kell annyira parázni attól, hogy baj lesz. Jobban nem is időzíthettél volna, te szemétláda. Az a baj, hogy a második nagyon tolja a hátam mögött. Kösz, hogy lebontottátok a kerítést! Tudok rövidíteni? Nem izé passzol fel, hogy ezek a kis valamik fognak el szórakozni. Na mindegy, de valahol ott jártam, hogy kell egy skillset. És most például az a baj, hogy én imádom ezeket az autós játékokat. Csak... ott a legnagyobb gond, hogy nagyon-nagyon nem megy. Ez szerintem kiderült ennek az első pár részéből, hogy azért nekem a vezetésem az játékokon belül gyötrelmes. Bár mondjuk nem, mert szerintem pont az elején nem volt annyira vészes. Hanem akkor, amikor erre az autóra váltottuk, na akkor jöttek a gondok, amikor már nehezedett egy kicsit a játék. Az elején így beeltetett minket, hogy... ja, jó, nyomd a gázt! Elfelejtettem. Taposni kell. Itt van mögöttem, tehát azért nem... hogy azért próbálok egy kicsit tempósabban haladni. De amúgy ennek az autónak meg az a baj, hogy ha odalépsz egy kicsit a gázra, már teszi a segét. Főleg ezen a pályán. Nos. Mindig elterelem ezzel a játékkal a figyelmem. Ez az. Köszi. Tehát. Hogy kell egy adott skillset egy játékhoz, és az a baj, hogy például a Mafiában egyszerre autós játék, FPS,
TPS, mert harmadik szemében látjuk. Mindegy, lövöldözős játék. És nekem meg az ADHD-mmal az, hogy valamit így rákoncentráljak. Jajajajaj. Adjuk. Az egy nagyon jó elképzelés, csak nem működik. Nem tudok odafigyelni. Például, amikor mozog előttem valami, mit játszottunk? BF4-et. BF4-ben rendszeresen eltereli a figyelmem az, hogy hull a falevél. Mozog, kész. És ezt én nézem, ahogy mozog a falevél, meg mozognak kis apró fiszfaszok a képernyőn, vagy hogy a, mit tudom én, ott mozog a háttérben a tankot megy. És én ezeket olyan jól el tudom nézegetni, olyan jól el tudok velük lenni, hogy mindig elfelejtem, hogy amúgy én egy lövöldözős játékban egy csatatér közepén éppen azt nézem, hogy a láng az milyen szépen ég ott a távolban. És így. Jó, vagy egy gyerek. Ó, jaj, ne! Menjetek! Nem. Kösz, köcsög! Jó, minél többet... Ups! Játszok ilyen játékokkal is, annál jobban fognak menni például ezek is, hogy jobban érzem majd azt, hogy hová fordul az autó, mikor, mennyi gáz, stb. Csak hát ez is olyan, hogy amúgy, amit így említettem is a Mafia videóban, hogy senki nem úgy jön ki az anyukájával, hogy na én már most, pedig olyan fasza autóversenyző játékos leszek, nem tudom, hogy mondjam, minek hívják ezeket. Ezt muszáj. Ne. Léci, tedd vissza az útra. Még másodikak vagyunk. Azt nagyon elfékeztett, testvér. Nem baj, ez nekem csak jó, ha én ezt tudom, hogy ti ezt így el tudjátok ennyire fékezni. Tehát, hogy... Nem, ezek mind olyanok, tehát én ezt látom azokon, akik nem játszanak játékokkal, hogy leülteted a játék mellé, és hiába tudja kezelni az egeret, hiába tudja kezelni a billentyűzetet, a kettő együtt nem megy úgy neki, és ezért például százszor nem tudnád leültetni elsőre például egy FPS játék elé. És ezeket a skilleket úgymond magadra kell venni. Ott van például a Seriousem. Végignéztem a Punkinak a videóját. És az enyémhez képest, tehát rajtam látszik ez a... Az, hogy ezek az FPS játékok nálam nem úgy rögződtek még be. Nálam meg látszik az, hogy ránt, hogy rámozdul az ellenségre normálisan. Nekem nézd végig egy Mafia 2 videómat, amikor tényleg úgy komolyabban lövöldözni kell. Van olyan, hogy szépen lekövetem az embert az egérrel, de mindig mögé lövök. Mert például bele kellene számolni azt is, hogy nekem ilyen arcade shooterek lennének amúgy szerintem jók, ahol nem az van, hogy valamilyen szinten van golyó dinamika, meg ilyenek, tehát hogy
amikor kilövöd a golyót, akkor ott találod el, ahol van éppen az ellenség. És nem ezt csinálod, mint amit úgymond én, hogy lősz, de már onnan elmozdult. A golyó meg elmegy oda, hol van. Tehát, hogy nálam itt vannak a problémák ezekkel, hogy ezek így nincsenek berögződve. Ezeket mindent meg kell tanulnom, mondjuk úgy, hogy újra. Például a Mafiának az elején nekem annyira nem ment még a Mafia. Szeva, hogy az... Azt a... Nem, ezt nem. Így nem vagyok hajlandó. Tehát például nekem a Mafiának az elején volt olyan rész, amit 6-szor vagy 7-szer elkezdtem és felvettem, mert egyszerűen annyira nem sikerült az, amit csinálni kellett, hogy újra kellett kezdenem. Azért is volt az, hogy már a vége felé ilyen chapterekként mentem, mert volt olyan, hogy az előző chaptert, vagyis hát azt a chaptert, amiben éppen voltam, újra kellett játszanom. Hallod? Most meg ezzel nem tudok menni, mert hozzászoktam ahhoz, hogy csúszik az autó, most meg nem csúszik. Asszus. Meg kell szoknom, hogy nem csúszik. Ah, itt az én pályám. Hey! Figyeld, ezzel már is jobban megyek. Nem lehet a pálya szélén crossolni? Itt. Jó, ne hülyeskedjünk, menjünk. Üdvözlök hangon mentünk. Hát ezt nem hiszem el. Na mindegy, betanuljuk a pályát, a következő meg sikerülni fog. Mit szóltak hozzá? Nem megy. Itt ez... Ugyanaz a pálya, amin szoktunk menni, csak szerintem fordítva, vagy legalábbis más útvonal egy picit. És... Ez még nincs meg. Lehet amúgy, hogy jó eredményt fogunk zárni a végén, de... Így nem! Kozika! 8-ak vagyunk, érted? De lép már oda a gázra és toljad neki! És ott volt olyan, hogy egy egész chaptert, mondjuk mit tudom én, a chapter végén kezdődött volna a következő videó. Mert elég hülyén osztottam fel. Igen, hát ez a... Kezdés. Kezdők hülyesége. Hogy ezt nem gondoltam én se akkor még végig. Azért is csinálom most például úgyis a videókat, hogy van, mit tudom én, 3 küldetés, az belefér, vagy 2. És akkor utána lezárjuk. Kész, megyünk a következő részeben, majd folytatjuk. És tehát az a lényeg, hogy... Ott volt olyan, hogy mondjuk, mit tudom én, egy egész chaptert újra kellett játszanom, mert a végén volt egy darab küldetés, ami kimaradt. És annyira elrontottam a küldetést, hogy mondom, én ezt így nem rakom ki. Aztán utána, persze ez változott, mert ugye ha szétbénáztam az egész videót, akkor is ott felraktam most, tök mindegy. Ebből is kerül fel olyan, tehát hogy most is elrontom, mert 8. vagyok. Ez nem fog sikerülni, még lehet, hogy a 7. helyet sem fogom tudni megszerezni. Megyünk a következőre, kész, tehát ennyi. És ez a baj, hogy például most is a Crew 2-t, ezt gondolkodunk ezen, hogy lehetne úgy megcsinálni, hogy ne legyen unalmas se, mert most éppen grindolunk. És ez a legnagyobb baj, hogy mivel nekem is még az autóim tuningolás alatt vannak, a legtöbb, sőt még van olyan
típus, amiből nincs is autó. Vagy járművem, mert amúgy nem csak autók vannak. Úgyhogy hogy lehetne ebből egy értelmes dolgot összehozni, ezen gondolkodunk. De valószínűleg úgy fognak kijönni majd részek abból is. Lehet, hogy nem most. Meg ha kicsit úgy fogok alakulni. Hát én ezt újra próbálom. Akkor... megyek Punks-szal forzázni is. Hát csak... ez is olyan, hogy mit vegyünk fel? Mi az, ami jó lehet? Mert hát van olyan... jó, várja. Mert van olyan, mondom, tehát például most a Dying Light. Amire mi úgy gondoltuk, hogy ezt mi élveztük nagyon, biztos rengeteg embernek van hasonló élménye róla, és ez a parkőrös, zombi gyilkolászós, kalandos valami, ez fog haladni, megpörögni, és így menet közben van 10 megtekintés rajta. Mert a YouTube az alapján ajánlja a videókat, ezt maga az egyik algoritmus fejlesztő mondta a múltkor egy videó. Hát ezt nem hiszem el. Bocsánat. Ez... tehát az egyik algoritmus fejlesztő mondta az egyik videóban múltkor, hogy az algoritmus egy része arra épül, hogy a felhasználók mit néznek. Tehát ha például te soha az életben nem néztél Dying Light videót, akkor nem fogsz Dying Light videót látni. Pedig lehet, hogy amúgy imádnád. Vagy mit tudom én, nem az a korosztály vagy, aki a 2001-es... szálljál már le! Á? Aki 2001-es széria szemet szereti, igaz, mi HD-ban játszott, tehát hogy a felújított verzióval. De van olyan, aki például nem is ismeri már a játékot, mert olyan öreg. És így mivel, hogy nem, mármint nem az ember öreg, hanem a játék. És mivel nincs benne az előzményeiben, ezért nem nagyon tudja a YouTube kinek ajánlani. És így... így ezekkel a játékokkal meg vagyunk lőve. És ezért is van az, hogy azon gondolkodunk, hogy mi lehet még az, ami... ami benne lehet az embereknek a lejátszási listájában. Az előzményei között. Hát te is arra, hogy most erre a Flatout-ra például rátaláltál, az azért van, mert előtte néztél a Flatout videót valamikor. Lehet, hogy mit tudom én, 10 évvel ezelőtt rákerestél arra, hogy hogyan kell megcsinálni a Flatoutban az XY dolgot. Mert mondjuk akkor éppen játszottál vele. És ez így működik a YouTube-nál. És ezért nehéz egy ilyen kisebb csatornának, mert jó, persze, akkor, amikor már nagyobb vagy, akkor kiteszed a videót, megosztod Discordon, stb. Több forrásból tudsz az embereknek ajánlani videókat. Esetleg streamelsz egyet, onnan is jönnek emberek, de tehát most én per pillanat kinek?
okozna-e, meg mit? Hát az meg a másik, hogy kinek és mit? Hogy mi lenne az, amit mondjuk megnéznétek? Egyáltalán azok, akik feliratkoztak, azokat érdekli-e az, amit éppen csinálok? Oh, hogy az anyádat azt. Na jó, még egy újrakezdés, aztán azt úgy zárjuk le, ahogy lezárjuk, jó? Mert ez... Gyászosan rossz köröket megyek. Hogy mit streameljünk, mi az, ami érdekelhet bárkit is. És ezek mind olyan dolgok, amiket így több ezer feliratkozó alatt, mert amúgy onnantól van már szerintem statisztikailag is jelentősége, hogy mit töltesz fel. Mármint, hogy mit fog tovább ajánlani a feliratkozóknak a YouTube. Per pillanat például nem is értesültek róla semmilyen módon, hogyha felteszek egy videót. Azért, mert akkor az algoritmus azt fogja mondani, hogy jó, hát de én csak a feliratkozóknak kiküldöm, megnézem, hogy ha ő nekik tetszik, akkor mit csinálok? Mondjuk ajánlom-e tovább más új felhasználóknak, vagy nem? Sok kis csatorna például itt rontja el, hogy van ez a beállítás, és azt sem tudja, hogy ezt ki kell onnan kapcsolni. Ahhoz, hogy ne csak a feliratkozók, vagy a feliratkozókhoz hasonló embereknek, hanem akiket érdekelhet az egész. Nagyobb csatornáknál például ez úgy van, hogy most gondolj bele, van olyan ember, aki 5 éve nem lépett be mondjuk YouTube-ra, mert fiókot cserélt, mondjuk ezt. Az életszerű, hogy Google fiókot cserélsz. És onnantól az a fiókod, ami feliratkozott arra a régi csatornára, vagy a régi fiókod, ami feliratkozott a csatornára, az ott marad, mint feliratkozó, mivel hogy alapból attól még ez a fiók aktív, csak mondjuk nem ezt használjuk elsődlegesként. Most mindegy. Érted, hogy mit akarok mondani. Ez a lényeg. És neki hiába küldött ki a videót. Most nekem is 4 évvel ezelőtt lett létrehozva ez a csatorna. 4 évvel ezelőtt, aki feliratkozott, már nem feltétlenül van YouTube-on. Most neki én kiküldöm, és azt fogja látni a YouTube, hogy... Aha. Jó. Kiküldted 70 embernek, 100 embernek, 500 embernek, tök mindegy mennyinek, de ebből 5 kattintott. Akkor nem jó videót csinálsz. És ezért kell az, hogy nagyobb körben elterjeszteni, tehát olyan embereknek kell megmutatni, akiket érdekelhet az adott tartalom. De azokat pedig az alapján választja ki a YouTube, hogy mit néztek meg előzőleg? Na hát most ezt meg rohadt nehéz kitalálni. És emiatt nehéz is így az elején a csatornát felépíteni. Mert mondjuk utána már megjelenik egy videó, hogy felraktunk egy új Stardew Valley részt. Érdekel, megnézed. Nem érdekel, nem nézed meg. Alapból is napi 2 videóval jövök, úgyhogy azt egy kicsit szétszórtam, hogy mikor milyen tartalmak jönnek. Éppen elosztom. És minden típusú embernek próbálok valamilyen tartalmat szolgáltatni. Az a baj, hogy most oda koncentráltam nagyon a meccsre is. Nem biztos, hogy mindent jól mondtam. Na, nem baj. Ne foglalkozz vele. Fogok én olyanokat mondani néha, hogy fülefarkat ketté el majd tőle. Nem tudok még új autót venni, mert jó lenne.
Speedy beutazás utasó. Na. Egy versenyünk van. Azt úgy értitek, egy darab verseny hiányzik, és kész van ez a rész. De azt majd a következő részben kiszenvedjük. Jeges pálya, úgyhogy valószínű nem elsőre fog sikerülni. Hanem több egyére. Addig is lájkoljatok, iratkozzatok fel, gyertek Discordra, nem harapunk, meg általában jó fejek vagyunk, kivéve mikor nem, de az egy másik dolog. És találkozunk a következő részben. Sziasztok!